Románia sajnálatta veszi tudomásul a britek döntését az Európai Unióból való kilépésről, ugyanakkor tiszteletben tartja a népszavazás eredményét, mondják egybehangzóan az ország politikai vezetői, ugyanakkor Románia kitart az európai út mellett. A nagybétaniai népszavazás eredményének közététele után azonnali tanácskozásra hívta össze Klaus Johannis államfő a politikai pártok vezetőit és a kormány képviselőit a Kotrocseni palotába. A megbeszélések megerősítették, hogy a román politikai elit teljes egészében elkötelezett az Európai Unió mellett. Romania este convinza. Románia meggyőződése, hogy az Európai Uniónak folytatódnia kell, hogy egy nagyon jó kezdeményezés, amelynek részesei kívánunk maradni. A folytatásban egységre és szolidaritásra van szükség az Európai Uniót alkotó 27 tagállam között, amelyek tagjai maradnak az Uniónak. Dacian Csoros miniszterelnök elmondta, Romániának proaktív szerepet kell vállalnia az Unióban, tevékenyen részt kell vennie annak az új uniós rendszernek a felépítésében, amelyre minden bizonyal a brit kilépést követően sor kerül, és a kilépési tárgyalások során is vigyáznia kell arra, hogy a Románia elvárásai ne sérüljenek. Az első elemzéseink azt mutatják, hogy ennek a döntésnek nem lesz azonnali és látványos hatása Románia gazdaságára. Természetesen folytatni fogjuk a folyamat megfigyelését és elemzését, mert minden bizonyal egy folyamat indul meg, amely kihat majd Romániára és egész Európára is. Az RMDS álláspontja a többi politikai párthoz hasonló a kérdésben. Ezt Asztalos Csaba közvetítette a Kotrocsáni Palotában tartott megbeszélésen. Az RMDSZ és az Erdély Magyarság kötődik tovább is, támogatja a Románia EU-hoz való kötődését, úgymond, és az EU Európai Atlanti integrációt, ugyanakkor az európai projekt az annak tovább kell mennie Nagy-Britannia nélkül is. Ez volt az RMDS álláspontja, ezt közvetítettem. Elhangzott, hogy kilépés esetén Nagy-Britannia nem számíthat kivételezett státusra az unióhoz fűződő viszonyában, amint az Norvégia vagy Svájc esetében történik.